Sziasztok, én Peti vagyok, és ma köszöntünk Álmaid Városában című társasjátékot fogom bemutatni nektek. Ingatlan piaci beruházások az 50-es évek Amerikájában. Nagyjából így tudnám fél mondatban összefoglalni a játékot, aminek már a témája is bájos, és egy vizuálisan nagyon hálás korszakot és stílus dolgoz fel. Elsőként röviden bemutatom a szabályokat. Minden játékos kapni fog egy ilyen pontozó lapot. Ez testesíti meg a saját városunkat, amit majd meg kell terveznünk a játék során. Van 81 darab építéskártya, amit három egyenlően elosztott pakliba kell majd rendeznünk. Ezek a kártyák két oldalasak, az egyik oldalukon egy házszám, a másik oldalukon pedig valamilyen hatás szerepel majd. Ezek a kártyák lesznek a legfontosabbak, ezeknek a segítségével tervezzük majd meg gyakorlatilag a városunkat. Vannak még városterv kártyáink is, ezekből csak három darab fog játszani minden alkalom során, és egyfajta extra elérhető célt jelentenek majd, vagyis bónuszpontokat kapunk, hogyha sikeresen kiviteleztük őket, de ez nem lesz kötelező. A játék menete nagyon egyszerű. A három építés pakliból minden fordulóban felhúzunk három új kártyát, az így kijött házszám és hatáspárok fogják megadni azt, amiből választhatunk egyetlen párt amit felhasználunk majd a fordulóban. Pontosan egy házszámot minden esetben kötelező felhasználni, de a mellette található hatást már nem kötelező, hanem akarjuk vagy nem tudjuk azt felhasználni. Hogyha mindenki szimultán berajzolta vagy írta a városába az általa választott házszám és hatáskártya párt, akkor újra átfordítjuk a paklik tetején található egy-egy kártyát, és így haladunk tovább. A pontozó lapon a három utca bármelyikébe beírhatjuk az adott házszámot, de arra ügyelnünk kell, hogy egyrészt üres házra írhatjuk csak a számot, másrészt pedig balról jobbra emelkedő sorrendben kell szerepelniük a számoknak egy adott utcán belül. Előfordulhat az a helyzet, hogy nem tudunk beírni egy házszámot sem a szabályoknak megfelelően, ilyenkor át kell húznunk egy ilyen rubrikát az elutasított építési engedélyek oszlopában, ez később akár negatív pontokat is hozhat számunkra. A kártyákon az alábbi hatások szerepelhetnek. A tájrendező segítségével az utcák végén található parkok értékét növelhetjük majd meg. Egész egyszerűen satirozzuk át a legkisebb számot annál a parknál, amelyik utcába a körben a házszámot írtuk. A medencekészítő segítségével nyilván medencéket építhetünk, de csak akkor, hogyha annál a háznál, amelyikhez épp a házszámot írtuk be, Található egy medence. Ilyenkor satírozzuk is be a medencék pontozásánál a legkisebb látható számot. A gyakornokkal módosíthatunk azért felhasznált házszámon, hozzáadhatunk vagy levonhatunk belőle egyet vagy kettőt. A használatát jelöljük a pontozó lapon is, a játék végén itt majd a legtöbb gyakornokot felhasznált játékosok fognak pontokat szerezni. A földmérővel kerítést húzhatunk fel a házaink közé, így lakóparkokat hozhatunk létre, amik egy, de akár hat házból is állhatnak. Viszont egy már kialakított lakóparkot csak akkor fogunk tudni lepontozni, hogyha minden házhoz kapcsolódik házszám is. A lakóparkjaink után kapható pontjainkat pedig az ingatlan ügynök segítségével tudjuk majd felértékelni. Ilyenkor egy általunk választott méretű lakópark oszlopában satirozzuk be a legfelső szabad mezőt, ezáltal a játék végén az adott méretű lakóparkok egyre több és több pontot fognak érni nekünk. Utolsó hatásként pedig a bis van még hátra. Csak ennek a segítségével kerülhetjük meg azt a szabályt, hogy a házszámoknak emelkedő sorrendben kell szerepelniük egymás mellett. Ezen hatás használatakor újra beírhatjuk ugyanazt a házszámot egy balról vagy jobbról szomszédos ház mellé, és ugyanabban a lakóparkban is kell lenniük, de ez a játék végén pont levonást fog jelenteni, amit ebben az oszlopban vezetünk majd minden egyes bis hatás után. Említettem még a várostervkártyákat a videó legelején, ezek extra pontokat jelenthetnek, hogyha teljesítettük őket. Javarészt meghatározott számú és méretű lakóparkokat jelölnek, de vannak kacifántosabb kártyák, és ezeknek a leírását a szabály egyébként részletezi. Aki teljesíti az egyik ilyen várostervkártyát, az egyrészt jelölje az erre felhasznált lakóparkjait úgy, hogy felül is húz egy vonalat, mert innentől kezdve az ilyen lakóparkok már nem oszthatóak tovább. Másrészt pedig, hogyha elsőként teljesíti az adott várostervkártyát, akkor a magasabb pontszámot kapja meg érte, és fordítsa is át a túloldalára, mert a többiek már csak az alacsonyabb pontszámot kaphatják majd meg. A játék az alábbi három módon érhet véget. Vagy valamelyik játékos a harmadik elutasított építési engedélyét is begyűjti, vagyis harmadjára sem tud szabályosan beírni egy házszámot sehova, vagy egy játékos teljesíti mind a három várostervkártyát, vagy valaki teljesen felépítette mind a három utcáját. A játék végén összeszámoljuk a pozitív és negatív pontjainkat is, a legtöbb ponttal rendelkező játékos pedig nyilván győztesként lejthet majd örömtáncot. Szóval, mit is ígér ez a játék nekünk? Egytől száz főig játszható a doboz szerint, és ez nyilván hagyományos asztali formában nem kivitelezhető, de az igaz, hogy nincs felső korlátja a játékos számnak, egészen addig a pontig, amíg mindenki rálát a kártyákra, és ez óriási előnye, de ez magával hozza azt is, hogy az interakció gyakorlatilag nem létezik a játékosok között. Emellett pedig ott a szerencse szerepe is, mert lehetünk akármilyen ügyes várostervezők, nem tudjuk figyelmen kívül hagyni egy flip and write játékban a szerencse szerepét. És a kérdés pont ezért inkább az lesz, hogy mekkora rizikót vállalunk majd, és a játék mely pontjain, mert lesz, ahol bejön majd a sok pontot hozó kombó azért, mert pont feljöttek azok a kártyák, amikre szükségünk volt, és lesz olyan is, amikor nem. Egyébként a játék témája aranyos, és valamelyest felszínre is kerül, az illusztrációk, a városunk tervezése mind ráerősít erre, bárha nagyon kukacoskodni szeretnék, akkor nem várost, mindössze három utcát tervezünk, de ez már csak részletkérdés. És emellett az újrajátszhatóságával sincs komoly probléma, mert bár nem változik drasztikusan a játékképe alkalomról alkalomra, de a várostert kártyák változatosak, és idővel a haladó szabályokat is behozhatjuk, ami egy plusz ízt ad a játéknak. Úgyhogy szerintem a köszöntünk álmaid városában egy nagyon szórakoztató játék lett, ami ugyanúgy képes lekötni kezdőket és gémereket, és óriási előnye, hogy akármennyien játszhatjuk, úgyhogy megérdemelten kapja meg tőlem az ajánlat plecsnit. A bemutatóhoz a játékot a Game Club biztosította, amit ezúton is köszönök nekik. Remélem, hogy tetszett ez a rész, hogyha igen, akkor kérlek, hogy jelezd ezt alant egy lájkal, like ne felejts el feliratkozni se, hogyha még nem tetted volna, valamint megtalálsz Facebookon és Instagramon is, és köszönöm a figyelmedet!